Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, kérünk téged, légy itt közöttünk, végezd el mindazt, amit te szeretnél elvégezni ezen a mai estén, a mi gondolatainkban, szívünkben, hitünkben. Látod, nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, és én tudom most, Uram, a legjobban, hogy te igédet hitelesen hirdetni csak általad lehet. Uram, add, hogy egészen alázatosan tudjam elfogadni tőled mindazt, amit te mondasz, amit kijelentettél nékünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, amely megírva található János evangélium a 11. fejezetében, a 17. verstől a 27. versig a következőképpen. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírba van, tudnilik Lázár. Betánia pedig közel, mint egy fél órányra volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, mint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Jézus ezt mondta néki: feltámad a te testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Uram, a te igéd lélek és élet. Áld meg, hogy számunkra is azzá legyen. Amen. Egy kedves testvérem azt mondta nekem, hogy az ige hirdetésben bizony jó dolog az, ha nem csak a felületeket érintjük, hanem, ahogy Jézus mondta, evezz a mélyre. Hát most Isten igéje visz bennünket a mélyre. Ennél mélyebbre nem vihet bennünket az Isten. Amikor a halál kérdésével szembesít bennünket, amikor tulajdonképpen az élő ember legnagyobb nyomorúsága a halál. A Biblia is így mondja, hogy akik rabok voltak egész életükben a haláltól való félelem miatt. Ki nem fél a haláltól? Sokan éppen a haláltól való félelem miatt menekülnek a halálba, hogy már véget vessenek a félelmüknek, a nyomorúságuknak, a szorongásuknak. Tehát bizony a halál a legnagyobb kérdés. Nagyon sokszor kell megállnunk nekünk lelkészeknek temetéseken, koporsok és urnák mellett, szembesülni a gyászolók tekintetével, szembesülni a gyászolók fájdalmával, szomorúságával, kétségbeesésével, vagy éppen a teljesen közönösség állapotába jutott megkeményedéssel. És amikor az ember ott áll, bizony nagyon erőtelennek érzi magát, ha csak nincs vele az Úr Jézus, ha csak meg nem segít bennünket, mert mi emberek a halállal szemben tökéletesen tehetetlenek vagyunk. Tökéletesen és teljesen tehetetlenek vagyunk. Itt már csak Istennek lehet valami szava. Sokszor elmondom, és most is elmondom a kedves testvéreknek, hogy éppen a temetések kapcsán, az ott elhangzó igehirdetések kapcsán tapasztalom a tekintetekből, aztán a reakciókból, megjegyzésekből, emberekkel való beszélgetésekből, hogy a mi népünk ma többségében halálhívő.
halálhívő. Azt hiszik, hogy a halálnál hatalmasabb nincs. Azt hiszik, hogy a halálé az utolsó szó. Halál, pont. Mindennek vége van. Tehát hiszik, hogy a halálnál nincs hatalmasabb dolog. De van. És furcsa dolog lenne, ha a világteremtő Istennél is hatalmasabb lenne a halál. Nálunk hatalmasabb. Nálam hatalmasabb. Tehetetlenül állunk vele szembe. De nem az Isten. Isten Úr mindenek fölött, a halál fölött is. Most vizsgáljuk meg a hitünket, mert az Úr Jézus erre kérdez. Amikor kijelenti, hogy ő a feltámadás és az élet, és megkérdezi a hívőtől, hogy hiszed-e ezt. Tudnélik, a hitünk, testvérek, nem azonnal és rögtön tud mindent elfogadni. Nem azonnal és rögtön érje el a teljességet, hanem hosszú, sokszor egy életen keresztül való küszködés, Isten vezetése, Isten igével való szembesüléssel szemben formál, illetve az igével formálja ki bennünk azt, hogy eljutunk, ahogy Pál mondja, a hit teljességére. Ahogy Ábrahám, amikor Isten a végső próba elé állítja őt, áldozd fel a te fiadat, az egyetlen egyedet, akit szeretsz. És Ábrahám viszi. És miért viszi? Mert a feltámadás hit van már a szívébe. Mert amióta az ő halott életükből, Sára halott méhéből, és az ő öregségéből, az Isten gyermeket teremtett neki, azóta ő mindent elhisz az Istenről. Ahogy az Isten megfeddi őt, amikor Hágárral próbálja megoldani a lehetetlent, akkor Isten kijelenti Ábrahámnak, hogy járj én előttem, és légy fedhetetlen, mert én vagyok a mindenható Isten. Mindenható. Úr a halál felett is. És erről szól a mi mai igénk. De azért így nagyon egyszerű, hogy én most innen elmondom ezt a testvéreknek, de sokkal nehezebb, amikor szembesül az ember. Egy teológiai tanár mondta el nekünk egyszer, annak idején, hogy meghívták a szülő falujába, hogy az evangélikus gyülekezet egy oszlopos tagját, aki 50 éves korában halt meg, temesse el. És amikor a temetési szolgálatot végezte, az özvegy, akinek megbénította a hitét, a fájdalom, amikor a professzor hirdette Isten evangéliumát, a feltámadás üzenetét, akkor az özvegy hangosan bekiabálta, abból sem lesz semmi. És amikor mi hívők, s talán mi, akik dicsekszünk is a hitünkkel, valóban szembesülünk a halál félelmet ébresztő valóságával, akkor nem járunk-e vajon így? Így mondanám, ére addig a mi hitünk, hogy a halállal szemben is Jézust tartjuk Úrnak. Tegyük fel magunknak, hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt, hogy Krisztus Úr a halál felett? Hiszed-e ezt, hogy ő az élet? Ő az élet Úra, és Úr a halál fölött. Maga a Krisztus jelenti ki, ne félj, mert kezemben vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Nem az ördög kezébe van. A Krisztus kezébe van a pokol és a halál kulcsa. Hát természetes, mert ő Úr élet és halál fölött. Aztán bizony sokszor furcsa módon szembesülünk mi ezzel a nehéz kérdéssel. Emlékszem, pár éve ezelőtt, 99-ben volt a 40 éves érettségi találkozónk, és ezen a találkozón már nehezebb dolgokkal kellett szembenézni. Akik ilyen idősebb emberek, mint én, azok vissza tudnak emlékezni, hogy az első
érettségi találkozó még vidám dolog, még mindenki éppen akkor végez az egyetemen, vagy éppen akkor nősül. Az élet elején minden olyan különösnek, csodálatosnak tűnik. Aztán a következő találkozó már sokkal nehezebb, mert akkor már mindenki a karrierjével dicsekszik, vannak sikertelen emberek, akik rosszul érzik már magukat a sikeresek között, de nem akarom sorolni, aztán eljön az idő, 40 év után, mikor szomorúan kell észrevenni, ez sincs közöttünk, az sincs közöttünk, mert meghalt. Nincsenek azok a vidám fiúk, leányok, mert meghaltak. És ezen a találkozón volt valami torokszorító dolog. Főként a többieknek. Egy kedves osztálytársunk, egy asszony levelet írt nekünk a halála előtt egy-két nappal. 3 héttel halt meg a találkozó előtt, és üzent nekünk. A halál kapujából. Rákos volt. És ott volt a levél, senki se akarta felolvasni. Így mondom, nem merték felolvasni. És aztán az egyik osztálytársam, egy egyetemi tanár azt mondta, te vagy a pap, olvasd föl, te. És felolvastam. Döbben csend volt, mert ez a kedves osztálytársunk arról tett bizonyságot, hogy csodálatos volt az élete. Férjével, gyermekeivel, és mindenek fölött való módon Jézus Krisztussal. És elmondta, nem fél a haláltól. Elmondta ebbe a levélbe, hogy hazamegyek. Aztán intette osztályunkat, intett bennünket, készüljünk, mi is készüljünk erre az útra. Fogadjuk be Jézust a szívünkbe. Valami rettenetes hangulat vett erőt az osztályon, ahol igazgatók, tanárok, orvosok, sikeres és kevésbé sikeres emberek voltunk együtt. Nem is tudtak mit kezdeni a szituációval, és aztán egyszer csak fölkiáltott az egyik férfi. Igyunk, mert ezt nem lehet elviselni. Így van. Nem lehet elviselni. De hát így nem lehet lesöpörni a dolgokat. Így nem lehet félre söpörni a legnehezebb kérdést. Okos, értelmes, intelligens, tudós emberek voltak közöttünk, és belevetették magukat az italba, szórakozásba, táncoltak, próbálták kiverni a fejükből ezt a nyomasztó hangulatot, mert szembesültek a halállal. Nem tudom, hogy hányszor vagyunk mi így, amikor egy kis szívroham, vagy valami betegség, úgy figyelmeztet bennünket arra, hogy egyszer letelik az életünk. De mi is a célunk? Hát mi is az élet célja? Mi az élet értelme? Hát tulajdonképpen a biológiai életnek az értelme sajnos a halál. A biológiai életünk erre ítéltetett. A bűnzsoldja a halál. De Isten nem ezt akarja, nem ez a célja. Az Úr Jézus azt mondta a szadduceusoknak, akik nem hittek a feltámadásba, hogy ti pedig igen tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Tehát a mi tévelygésünk, a haláltól való rettegésünk igazi oka ez, nem ismerjük az írásokat és az Isten hatalmát. Tehát ebben kellene növekednünk, és itt kellene növelkedjen a hitünk, és Jézus pont ezt teszi a tanítványaival ebben a történetben. Azért késik le, azért nem érkezik meg időben,
hogy meglássák az Isten hatalmát, hogy meglássák az Isten dicsőségét. Ahogy mondja, aztán ott a sírnál, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Meglátod a hatalmát, hogy ő Úr a halál felett. De tessék elhinni, hogy ez azért mégse ilyen egyszerű dolog, és ne haragudjanak, hogy én mindig újra és újra ezt a refrént visszahozom, mert tudom, hogy nem ilyen egyszerű dolog. Hát én olyan sokáig küszködtem a halállal való kérdések során, mind azzal, hogy valóban így van, ahogy az Isten igéje kijelenti? Valóban így van az, hogy az élet értelme és célja a feltámadás, és az Istennel való megújult élet? Valóban ez az Isten akarata? Tényleg igaz az, amit a Biblia és az Úr Jézus kijelent? Ugye ismeritek ezeket a küzdelmes kérdéseket, ismeritek ezeket a vívódásokat? Egy-egy koporsó mellett, egy szerettünk mellett, akinek el kellett ereszteni a kezét, aki nagyon fontos volt nekünk. Egyszer egy idősebb hívő testvérem mondta nekem, akihez én nagyon közel álltam, mély barátság volt köztünk, és tulajdonképpen sokat segített nekem a hit dolgaiban. És meghalt a felesége. Jelen volt. És elmondta, hogy amikor a drága felesége lehunyta a szemét, és minden kihunyt az élet tüze, akkor egy rettenetes érzés szorította össze a torkát. Vajon valóban van ebből feltámadás? Hívő ember, meddig ér a hitünk, testvérek? Erre kérdez Jézus. Ezen az úton vezetgeti Mátát. Meddig ér a hited? Hol tudsz tovább lépni még? Vagy hol kell megállnod, mert tovább nem ér a hited? És ezért teszi fel Jézus a kérdést. Olvastam 8. Henrikről, hogy hát ismerjük mindannyian az élete történetét, az angol király, aki hát rettenetes életet élt, egyik feleség a másik után, kettőt kivégeztetett közülük, és szörnyű zsarnok volt, nem lehetett neki ellent mondani, senki nem mondhatta meg neki az igazat annélkül, hogy veszélyben került volna az élete. Csak egy valaki, az udvari bolond. És az udvari bolond jól végezte a dolgát, ő mindig észrevette azokat a kényes pontokat, amikor a király mondott valamit, az udvar megdermett, és aztán a bolond a maga módján a királyt tulajdonképpen kiosztotta, megmondta neki az igazságot, a király nevetett, és akkor fellélegzett az udvar, és vele nevettek, és egy alkalommal a király csináltatott egy arany joggart, és a kezébe nyomta a bolondnak, és azt mondta, ez a bolond arany jogar addig a tied, míg ebben a birodalomban nagyobb bolond nálad nem akad. Teltek az évek, és nem akadt. Helyén maradt ez a bolond, és egyik nap elkezdték sugdosni, hogy a király halálán van. Az udvari bolond besurrant a király ágyához, és király meglátta, és azt mondta, hát eljöttél hozzám, barátom. Azt mondta a bolond, eljöttem, uram, mert azt hallottam, hogy el akarsz menni. Te hogy akarok, mondja a király, muszáj, hát van nálad a nagyobb úr, aki neked parancsol. Van a felséges Isten. De uram, és erről az útról mikor akarsz visszatérni? Erről az útról soha nem fogok visszatérni. És uram, van-e úti kalauzod,
Van-e útravalód? Van-e térképed? Ismered-e az utat? És akkor a király azt mondta, tudod, engem soha nem érdekelt. Isten, üdvösség, és most mindent elveszítettem. Országomat, koronámat, az életemet, és az üdvösségemet. Erre a bolond belecsúsztatta a király kezébe a bolond jogart, és azt mondta, Uram, királyom, te vagy a legnagyobb bolond ebben az országban, mert tudtad, hogy el kell menned, és mégsem készültél rá. Igen, ennek a történetnek nagyon erős éle van. Készülünk mi erre? Gondolunk mi erre? Igazán fölkészülünk mi erre a nagy útra? Nem csak a koporsóig rendezzük be az életünket, nem csak odáig tart a készülődésünk. Igazán akarjuk mi, vagy hisszük mi, hogy van odaát? De nézzük most a történetet közelebbről, mert az Úr Jézus, amikor megérkezik, megtudja, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. És azt is tudjuk, hogy készakarva maradt távol az Úr Jézus. Meg is mondja a tanítványainak, hogy örülök, hogy nem voltam ott miattatok. Igen, mert az Úr Jézus az ő szeretetében nem tudta volna megállni, hogy meg ne gyógyítsa Lázárt. Na de Jézus onnan is meggyógyíthatta volna. Nem akarta. Többet, nagyobbat akart. Így vagyunk, mi sokszor nem értjük meg az Istent. De nem tudom, megütötte a szívedet már testvérem, amikor olvastad ezt a történetet, hogy az Úr Jézusnak azt üzeni, a két nővér, hogy Uram, akit szeretsz, az beteg. Én megmondom őszintén, hogy ez egy csodálatos kijelentés. És ki is derül a végén, hogy Jézus mennyire szereti ezt a Lázárt. Akit szeretsz, az beteg. Ugye, mi sokszor azt gondoljuk, hogy aki beteg, azt nem szereti az Isten. Elhagyta az Isten. Hát ez az Isten szeretete, hogy beteg vagyok. El tudja nézni az ő szeretete, hogy szenvedek, hogy kínjaim vannak, hogy vergődök, hogy kétségbe esett állapotban vagyok. Ez az ő szeretete? Milyen szeretet ez? Testőrök, itt valami nagyon komoly teológiai dolgot tudomásul kell venni. Bizony, akit az Isten szeret, az lehet beteg. Akit az Isten szeret, az meghalhat. Idő előtt, ahogy mi szoktuk mondani. Igen, akit az Isten szeret, az nem jelenti azt, hogy kikerülheti ennek az életnek a nyomorúságait, hogy kikerülheti az árnyos oldalakat, hogy elkerülheti a szenvedést, mert az Istennek a szenvedéssel is célja van. Ahogy a latinok is mondják, hogy teher alatt nő a pálma. Bizony nagyon sokszor a szenvedések hány és hány keresztény testvérünk vallja, hogy a betegségem, a tragédiám, a nyomorúságom vitt oda, hogy kerestem az Istent. Hát, akit szeret az Isten, az bizony lehet beteg. De az nem jelenti, hogy ő nem szeret. Sőt, sokszor átélem. Amikor kicsi vagyok, elesett vagyok, kétségbe esett vagyok, vagy éppen beteg voltam, jobban éreztem az Isten szeretetét. Szinte éreztem, hogy hozzám hajol, hogy átölel. Csak egy gondolat villant most fel bennem, mikor a fiam 16 éves elmúlt, és hazaállított egy röntgen felvétellel, és egy tyúktojás nagyságú csontdaganat volt a lábába. Hát bizony összeszorult a szívünk, és mi is kétségbe esetnek éreztük magunkat, és aztán pörögtek az események. Az orvos azt mondta, majd a műtőben eldönti, hogy levágja-e a gyermek lábát, vagy nem. Hát mi könyörögtünk Istenhez, kértük őt,
és amikor a műtét napja volt, reggel kinyitom az útmutatót, és az volt az ige, békesség, békesség, meggyógyítom őt. Hát ilyen az Isten. Ha a nyavajáinkkal, a nyomorúságainkkal, a kétségbe eséseinkkel, sőt mondom, a hitetlenségünkkel oda merünk menni hozzá, elmerünk neki mindent mondani, hogy ez a Márta megy Jézushoz, a maga szenvedésével, a maga kétségeivel, a maga kérdéseivel, megy Jézushoz. Eléje megy, mikor meghallja, hogy jön. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És most tessék megfigyelni, ebben a mondatban két dolog van. A hit és a szemrehányás. Benne van a hit, ha itt lettél volna, akkor te neked van hatalmad, és nem halt volna meg a testvérem. De lehet, hogy talán nem ér el a hite odáig, hogy Jézus még most is tud tenni valamit. Nyilvánvalóan nem ért el idáig a hite, sem neki, sem Máriának, sem a tanítványoknak, és Jézus itt akarja tovább segíteni a maga kis hívő nyáját, hogy egy fokozattal a hitben előre jussanak, megismerjék őt, mert a hit nem más, mint megismerni Jézust, megismerni az ő hatalmát. És Jézus nem utasítja vissza a szemrehányást, tudja, igaza van Mártának. Ha itt lett volna, nem halt volna meg Lázár. De örülök én nagyon ennek a mondatnak, és úgy mindig átmelegíti a szívemet ennek a Mártának a hite. Bárcsak lenne ilyen hitünk, hogy oda tudnánk menni Jézushoz. Mert mi is hangozhatott el az ő házába. Olvasuk, jöttek a zsidók, jöttek Jeruzsálemből, a környező falvakból ismerősök, rokonok, barátok, és ott sírtak és síratták a család fenntartót, ott volt a család tragédiája, és ahogy tudjuk, oda is vetették a tömegből Jézusnak, nem megtehette volna ez, aki a vakok szemét megnyitja, hogy meggyógyítja őt. Nyilván mondták, hát érdemes volt őt befogadni, etetni, itt etettétek az egész sereget, itt élt a házatokban, és aztán ez a köszönet, hogy hagyja, hogy meghalljon a család fenntartó, itt hagyott benneteket a nyomorúságba. Ismerjük. Hát ilyen kérdések budjanak fel az emberi szívből, az enyémből is, és biztos a tiédből is, mert ilyenek vagyunk. És azért mondom, Márta megáll egy ponton. Ott azon a ponton, ameddig ér az ő hite. És még azt is hozzáteszi, Uram, most is tudom. Ez olyan csodálatos, ez a most. Nem töri össze, hogy Jézus nem hallgatta meg a kérését. Nem jött időbe. Hagyta, hogy meghaljon a testvére. Nem töri össze. Nem töri össze azt a hitet, ami megvolt neki. Most is tudom. Ennek ellenére is tudom. Olyan jó a hitben ez a akkor is. Ahogy Jób mondja, tudom, hogy megöl. Mégis. Szóval ez a mégis hit, ez olyan csodálatos. És tulajdonképpen ez a hit. Ez a hit, és testvérek, értsük már meg, hogy miben élünk. Ezen a világon nyomorúságotok van. Lesz, mondja az Úr Jézus. De bízzatok. Ez a mégis, ez a bizalom. Át kell élnünk az emberiség nyomorúságát mindegyikünknek. Nem bújhatunk ki alulra. Isten nem fog kivételezni az övéivel. Emlékezzetek csak testőrök, akik olvasta Malakiás próféta könyvét, és az Úr tisztelői tanácskoztak, és azt mondták, hogy nem érdemes az Úrnak szolgálni, hiszen a kevélyeket tartjuk boldogoknak. Nem tisztelik az Istent, megvetik az Istent, nem törődnek vele, mégis ők a sikeres emberek. Ők a boldogok, ők a gazdagok, és azt olvassuk, meghallotta az Úr, és felírták emlékeztetőül egy könyvbe. És akkor az Úr azt mondta, majd meglátjátok azon a napon, hogy különbség van az Isten tisztelő
és az őt nem tisztelők között. Azon a napon, amikor Isten ítéletet tart, azon a napon, amikor lesz a feltámadás, azon a napon kiviláglik az Isten szeretete, kiviláglik az ő hűsége azok iránt, akik bizalommal voltak iránta. Igen, és Mártának itt van a bizalom a szívében, ameddig érhetett a hite. Mert testvérek, hadd mondjam meg, egészen világosan úgy, ahogy én átéltem. Nekem mindig annyi volt a hitem, meg most is, amennyit kapok Jézustól. Ne tessenek ezt most rosszul érteni. Persze, hogy ismerjük a Bibliát. Persze, hogy ismerjük az Isten kijelentéseit, mindent ismerünk, de az az eleven bizonyosság nincs mindig ott a szívünkben. Az az eleven bizonyosság nincs mindig és mindenkor velünk, csak akkor, amikor Jézus velünk van. Amikor Jézus a szívemben van, amikor velem van, akkor teljes a bizonyosság. Jó párszor előfordult az életemben, hogy szívrohamom volt, és hát bizony ezek mindig halálfélelemmel jártak. És amikor Isten 46 évesen megújított az életemet, és tényleg olyan közel kerültem az Úr Jézushoz, és ő hozzám, és amikor szintén átéltem egy ilyet, utána vettem csak észre, hogy nem volt félelem a szívembe. Semmi. Egyáltalán nem volt félelem, és utána csodálkoztam rá. Tehát nem a magam önfegyelme, a gondolkozásom, tehát nem az énem, hanem a velem való Krisztus. Ő cselekszik. Ő tudja megadni, növelni a hitünket. Úgy, ahogy a tanítványok kérték az Úrtól, Uram, növeld a mi hitünket. Tehát tulajdonképpen, ha azt szeretnénk, ha tényleg eljuthatnánk mi is a feltámadás hit bizonyosságára, hogy bizony van feltámadás, bizony Jézus Krisztus az élet, hát ezt tőle kell kérni. Ezt csak ő végzi, hát tessék figyelni, hogy végzi itt a tanítványai és Márta Mária életébe. Nem nekem kell ezt kiizzadni. Ez nem törvény, amit rád parancsolhat az egyház, hogy higgy, mert ha nem, hát egyszerűen ez így nem működik. Ez csak úgy működik, hogy ő rávezet, ő kijelenti magát nekünk. Megbizonyítja, hogy kicsoda ő. Tehát ez a Márta és Mária vergődik a maga gondjában, problémájában, de Jézus nem hagyja őket ezen a ponton, hanem tovább viszi. És itt Mártának kijelenti magát az Úr. Én vagyok a feltámadás és az élet. Mert Márta elmondja a teológiai ismeretét, amit már nyilván tanult Jézustól, tanult a rabbiktól, ismerte, így mondhatnám, megtanulta a hittant. Ismerte, tudta a leckét. Fölmondta az Úr Jézusnak, ezt hitte is, fölmondta az Úr Jézusnak, tudom, hogy feltámad az én testvérem az utolsó napon a feltámadáskor. És Jézus nem azt mondta neki, hogy igen, Márta, jó feleltél, ötös, hanem azt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Mi ebben a különbség? Hát testvérek, nagyon sok. Az benne a különbség, hogy ez lehet egy teológiai ismeret, személytelen teológiai ismeret, lehet valóban egy hitelv, amit lehet, hogy el is fogad az ember, de ott a sírparton lehet, hogy kifosztatik a hited. Ott a sírparton a halállal szemben lehet, hogy elveszíted minden reménységedet. Ha ez csak egy tantétel az életedben, amelyre rámondtad, hogy igen. Ez Jézus kell. Hogy ez állandó, élő bizonyosság legyen az életünkhöz. Ez Jézus nélkül nem megy. Mert bizony kifoszt bennünket az a nap. Na nem az utolsó napra gondolok én itt, hanem amikor mi szembesülünk a halállal, a mi utolsó napunk kifoszthat bennünket, ha nincs velünk Jézus. Ha ő ott nincs velünk. Ha ő nincs az életünkben. Mert ő a feltámadás és az élet. Ez csodálatos ez a kijelentése Jézusnak, hogy én vagyok. És amikor Jézus ezt mondja, hogy én vagyok, akkor mindig elmondja egy-egy
csodálatos isteni tulajdonságát, hogy kicsoda ő neked, kicsoda ő nekem, nekünk. Elmondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az út, az élet, az igazság, az ajtó, az életkenyere, az élővíz. Mind elmondta Jézus ezeket a csodálatos képeket magáról, és ki akarta fejezni, hogy kicsoda ő nekünk, és itt elmondja a legnagyobbat, hogy ő az élet. Ő a feltámadás és az élet. De hát tényleg hinni kell, és most egy kicsit szeretném, ha megértenék a testvérek, felolvasok egy furcsa kis idézetet egy tudóstól. Amikor én ezt elolvastam, egy amerikai biokémikus, Ernest Cahan, a saját hitéről beszél. És most azért olvasom fel, mert olyan tipikus, ránk annyira jellemző, és egyébként még azt is leleplezi, hogy mennyit ér a mi tudományunk. Tehát Ernest Cahan ezt mondja, egy teremtőt nem szabad figyelembe venni, de képtelenség és teljes ostobaság az hinni, hogy egy élősejt önmagától létrejön. De én mégis azt hiszem, mert mást nem tudok elképzelni. Ugye szinte humorosan hangzik. Egy tudós ember kijelenti, hogy teljes képtelenség, de én mégis ezt hiszem, mert mást nem tudok elképzelni. És most ezt azért olvastam föl, testvérek, hogy szembesüljünk önmagunkkal, a magunk logikátlan gondolkodásával, a saját képzeletünkhöz, a saját látásunkhoz kötött hitünkkel szembesüljünk, hogy hol van az a pont, amit te már nem tudsz elképzelni, ez már lehetetlen, abból se lesz semmi. Hát ilyenek vagyunk, ugye? De mindannyian, én is. Tehát úgy állunk mi itt ám együtt, testvérek, hogy mi hihetetlenül egyformák vagyunk. Mikor gyerek voltam, meg fiatal, egész más gondoltam, de már régen rájöttem, hogy mi tökéletesen egyformák vagyunk. És Isten az, aki tud nem formálgatni, meg nevelgetni, hanem újjáteremteni bennünket. Megteremteni bennünk tulajdonképpen az ő életét. Mert erről van szó. És azért mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És János apostol ezt így fogalmazza meg az első levelében, hogy akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ugye tetszenek érteni, milyen világos. Tehát nem tantétel, nem valami dogmatikai lecke, amit meg kell tanulnunk, fel kell mondanunk, hanem a Krisztust be kell fogadni az életünkbe. Persze meg kell tanulni a leckét, hiszen Jézus megtanítja. Itt is megtanítja. Tehát már többször elmondtam, senki ne higgye, hogy nem kell megtanulni a hittant, hogy nem kell megtanulni a Bibliát, mert hiszen Jézus mit mondott a szadduceusoknak? Nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Tehát itt a két probléma. Most ezen akar túlsegíteni minket az Úr, és azt mondja, hogy hát vegyük be az ő életét, mert ő a feltámadás és az élet, és akiben Krisztus ott van, az tulajdonképpen annak elkezdődött a feltámadása. Hát akié a fiú, azé az élet. És most a nagy kérdés, hiszed-e ezt? Nekem annyira tetszik az, hogy az Úr Jézus milyen drága szeretettel van irántunk. Hogy mennyire ismeri a mi kis bugyuta hitetlenségeinket. Mennyire tudja, hogy azért hát bizony rászorulunk arra, hogy néha lássunk valamit, meg tapasztaljunk, mert hát ilyenek vagyunk. És segít rajtunk. Segít a mi hitetlenségünkön, elesettségünkön. És amikor ő valamit kijelent, akkor bebizonyítja, hogy az igaz. Amikor azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor 5000 férfit jó lakatot abból a pár darabka kis kenyérből, az 5 kenyérből, 2 halból,
megtette a kenyér csodát. Láthatták isteni hatalmát, hogy hatalma van az anyag felett, hogy Úr, láthatták az emberek a teremtő hatalmát, hát valóban ő az élet kenyere. Aztán itt azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. És erre föltámasztja a négy napos hullát. Testvérek, ez az egész történet olyan naturális. Azt mondja Mária, de hát Uram, már negyed napos. Hát ne szégyeníts meg bennünket, már szaga van, ne nyisd ki a követ, ne vedd le a követ. Hát ilyenek vagyunk. Hívők. Ilyenek vagyunk mi hívők. És ekkor azt mondja Jézus, nem megmondtam neked, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És meglátták. Azt mondta az Úr Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, és a halott Lázár feltámadt. Most hiszed-e ezt? Testvérek, ez adná meg nekünk a boldogságot, ha hinnénk. Ez oldozna fel bennünket a legsötétebb gondunkból. Ez szabadítana fel bennünket a legnagyobb félelemből. Egyszer s mindenkorra rendeződne a nagy gond, a jövő kérdése. Mert nagyon sokan más megoldást találtak ma. Egyszer egy kedves testvérünk, aki hát bizony 50 évet eltöltött valószínű, vagy még többet, evangélikus szószékek alatt, és mikor én a gyülekezetbe kerültem, mindig szomorúan láttam, hogy ez a kedves idős testvérünk mindig alszik az ige hirdetés alatt. De egyszer fölébredt, és többet nem jött templomba. Most ez humorosan hangzik, de szó szerint így volt. Többet nem jött templomba. Hát én mentem a Jutka néni után, és kérdeztem, mivel bántottam meg. Ó, drága tiszteletes úr, maga semmivel. Gyülekezet tagjai közül valaki, dehogy olyan aranyos emberek. Hát össze-vissza beszélt, hogy miért nem jön. Egészségi állapotát mondta, de hát háromszor-négyszer akkora távolságokban is találkoztam vele, nem volt ő neki semmi baja, csak öreg volt. Megint elmentem hozzá. És egyszer Isten azt adta nekem, hogy most nagyon keményen beszéljek vele, és azt mondtam, Jutka nénén, aggódok a maga üdvösségét. Elmosolygott, vállamra tette a kezét, és azt mondta, tiszteletes úr, nem úgy van az, ahogy maga mondja. Hát mondom, hogy van Jutka néni? Hát úgy van, tudja, ahogy a szomszédasszonyom elmondta. Aki látta az előző életét, hát a reinkarnáció az van. Nem feltámadás, meg az Úr Jézus. Hát most testvérek, szörnyű, nem? Bennem szinte megfagyott a vér az ereimbe, hogy hát a gyülekezetünk tagjai ilyen ostobaságokba hisznek. Hát ez a reménységük. Pár hete a hittanórán egy kislány ugyanezzel a kérdéssel jön, egy ötödikes kislány, egy nagyon okos, aranyos kislány, hogy elmondja, hogy ő hisz a reinkarnációba, és hát ez egy nagyon jó dolog. És akkor elmagyarázom neki, de tudod, ebben a reinkarnációban végül te nem fogod tudni, hogy ki vagy. És aztán elmondtam nekik a feltámadást. Elmondtam, hogy Isten megőrzi a mi személyiségünket. És te az leszel, aki ma is vagy. És akkor ez a kislánynak fölragyogott a szeme, azt mondta, na hát nekem inkább ez kell. Ugye, tehát testvérek, gondolkodjunk, de hát ezt az Isten ígérte. A többi meg emberi fantázia és kitalálás. Hát mi is olyanok vagyunk, mint ez az Ernest Cahan, hogy hát mert nem tudod elképzelni, mert nem ismered az Isten hatalmát. De nem csak egy ilyen idős asszony, aki tulajdonképpen mondhatnánk, bár nem volt túlságosan egyszerű asszony, nem mondhatnám azt, hogy teljesen műveletlen asszony volt, de hát nem volt éppen egy teológiailag jó képzett ember, de vannak az életnek olyan dolgai, amikor még egy teológiailag képzett ember is szörnyű dolgokba keveredik. Egy-egy tragédia után. Most egyszer a kezembe került egy könyv, és egészen megdöbbentett. James Pike, amerikai püspök, a Túlpart című könyvében írja a következőket.
részletesen leírja. Miként lépett kapcsolatba fiával, aki öngyilkos lett? Egy szellemidéző médium közvetítésével jó néhány beszélgetést folytatott a fiával. Idézett a könyvből. A médium által a fia mondja: nem álltam meg a helyemet, nem tudok szembenézni veled, nem tudok szembenézni az élettel, össze vagyok zavarodva, nem a purgatóriumban vagyok, de valami pokolhoz hasonlóan, mégis senki sem vádol itt engem. A fiú szerint Jézus példa, nem megváltó. Aztán leírja Pike püspök barátjával, Paul Tillichel való találkozását, idézőjelben. Írja, megdöbbentett, hogy a médium azzal a dialektussal beszélt angolul, ahogy a német származású Tillich. Hát testvérek, ugye ez a szegény ember, akit nyilvánvalóan földre sújtott a fia halála, öngyilkossága, drámája, megzavarodott. Most lelki értelemben mondom, megzavarodott, olyan irányban fordult, olyan irányba fordult, ahol soha nem szabad fordulni. Soha. Mert ez nem az élet útja. Itt nem Jézus beszél. Itt nem az Isten ad kinyilatkoztatást. Ma olyan elgondolások is lábra kaptak rajongó körökbe, hogy keresik a halált. Mert azt tanítják, hogy nincs ítélet, a halál az egy gyönyörűség, és így vannak, akik tulajdonképpen vallásos öngyilkosságot követnek el. Tehát Jézust kikerülve tévutakra keveredünk. Soha ne tegyük ezt. A legnagyobb tragédiák között, a legnagyobb nyomorúságokban menjünk oda a mi drága Urunkhoz. Mondjuk el neki a lázadásainkat, az értetlenségünket, a hitetlenségünket. Testvérek, én sokszor ezt teszem, hogy elmondom a magam nyomorúságát, hitetlenségét, odaállok az Úr Jézus elé. Nem régen történt velem, és úgy rám szakadt az, hogy milyen nyomorult ember is vagyok én. És ez olyan súllyal nehezedett rám, hogy az irodámba letérdeltem, és elmondtam: Uram, látod, milyen vagyok. Meg akarsz még tartani a szolgálatodban? És ezt komolyan kérdeztem, és komolyan vívódtam azzal a kérdéssel, hogy ilyen ember, mint én, szolgálhatok az Úr Jézusnak? Ne gondoljátok, hogy valami drámai bűnt követtem el, vagy valami szörnyű kihágást, hanem valahogy a napi rohanásaimban, az élet rohanásában, a napi gondok között úgy megszürkültem. Úgy valahogy naponként elrohantam az Úr Jézus mellett, úgy láttam, hogy nincs ott már a szívembe, úgy éreztem, hogy olyan gondolatok foglalkoztatnak, olyan problémákon gondolkozom, ami nem való, ami teljesen fölösleges, ami tulajdonképpen Isten ellenes. És imádsággal ott álltam az Úr előtt, és átéreztem az ő szerető, vigasztaló, felemelő, feloldozó szeretetét. Talán majd erről szó lesz vasárnap, amikor arra kérdez, ami nem könnyű kérdés megint, hogy szeretsz-e engem? És ha mi nem is szeretjük mindig és állandóan őt, ő szeret bennünket. És ne riasszon meg, testvér, a lázadó gondolatod, ne riasszon meg a kétségbe esett hitetlenséged, ne riasszon meg. Mondd el Jézusnak. Otto Bopp egyik versének a címe ez: mondd el Jézusnak. Olyan csodálatos az a kis vers, minden nyomorúságodat, bánatodat, kétségbeesésedet, és akkor azt írja a költő: amikor ezt tettem el, én hozzám hajolt és felemelt. Igen, amikor ezt tesszük, felemel. Magaslatokra visz, a hit magaslataira. Szárnyakat ad nekünk az Urunk. Hordoz bennünket. Csodálatos dolog. És eljutunk oda, hova Pál, eljuthatunk, tessék elhinni, eljuthatunk.
Ő azért küzdött, hogy a gyülekezet eljuthasson a hit bizonyosságára, teljességére. És akkor azt mondja Pál, hogy jobb nekem elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb. Hát így fogadjuk el az Úr Jézustól a kérdést, és most vigyük a szívünkbe, és forgassuk a szívünkben, hiszed ezt? És ha nem, mondd el Jézusnak. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk nagyon alázatosan és nagyon csendesen megállni most előtted, mert mindannyiunknak van gondja, problémája, van hitbeli erőtelensége. Így ismerem mondani, van Uram hitetlenségünk. Sokszor nagyon rövid a mi hitünk, nem ér messzire. Sokszor csak valóban a hétköznapi élet problémáját tudjuk a kezedbe tenni. Nagyobb dolgokat már nem merünk oda tenni. Bocsáss meg, hogy ilyenek vagyunk, de ne hagyd, hogy ilyenek maradjunk. Köszönjük a te drága szeretetedet. Köszönjük, hogy 2000 év előtti tanítványaidat se hagytad az ő hívő hitetlenségükben, hanem nevelgetted őket, erősítetted a hitüket, kijelentetted magadat nekik. Ezt kérjük, Urunk, hiszen te mondtad, az az örök élet, hogy megismernek téged, az igaz Istent, és akit elküldtél, az Úr Jézust. Így kérünk, mennyei Atyánk, hallgass meg minket, áld meg minket, hogy legyen hitünk mindenkor hozzád menni. És eljussunk a feltámadás hitre, erre a bizonyosságra, hogy higgyük, hogy te vagy az élet, te vagy a feltámadás. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Már megint kaptunk pár kérdést, és igyekszem gyorsan megválaszolni, és nem szeretnék visszaélni a testvérek türelmével. Egyik kérdés, hogyan tudhatom meg, miként és merre vezet a Szentlélek, hiszen döntéseiből nem lehet tisztán látni az óember nyomorúságából adódó tévedések miatt. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ez így igaz, de mégis hadd mondjam, hogy van megoldás. Ma különösen nagyon éles probléma ez, hiszen különösen karizmatikus körökben az a, hogy így mondjam, látás alakult ki, hogy a Szentlélek mindenkit úgy személyesen vezet és külön kijelentést ad, és most ebben nem akarok belemenni, de hát itt a tévedés. Tudnék, Isten szent lelke mindig az igéhez köti magát. Isten igéhez. A kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Tehát, ha olyan kijelentést vagy gondolatot vélek felfedezni, amelyik ellenkezik Isten igével, akkor higgyem el, hogy én tévedtem, és nem a Szentlélek vezet engem, hanem saját gondolataim ötlöttek fel. Tehát mindig Isten igéhez kötött a Szentlélek munkája. Az Úr Jézus azt mondta, hogy az enyémből merít, mármint a Szentlélek, az enyémből merít, és eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam néktek. Tehát így kell ezt a kettőt együtt használni. Nem lehet elválasztani sem az igét a Szentlélektől, se a Szentlélket az igétől, mert a Szentlélek nélküli igeolvasás az is értetlenségbe visz, ige nélkül pedig a Szentlélek nem is szól, mert köti magát a krisztusi kijelentéshez.
Ugye a zsidó 1.1-ben olvassuk, hogy ezekben az utolsó időkben az ő fia által, a fiú által szól, tehát a Szentlélek Isten is köti magát ehhez, hogy a fiú által szól, a fiú szava pedig az igében van. A másik kérdés, talán ez egy kicsit nehezebb probléma, nagyon sokan ellentmondást tanítanak a Bibliával, amikor azt állítják, hogy a testtel meghal a lélek is, a prédikátor 12.7. versében ez áll, a por visszatérbe földben, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta, és mert ha az első igaz, akkor az egész Bibliát megkérdőjelezhetjük. A Biblia Isten szava, a proféták által benne jelenti ki magát nekünk embereknek. Igen, hát ez a kérdés is jogos, mert valóban különböző látások alakulnak ki erről a kérdésről. Őszintén szólva, ugye itt nagyon alázatosnak kell lennünk. Abból kell kiindulnunk, hogy mi a mennyei dolgokról csak annyit tudunk, amelyet Isten kijelentett nekünk. Itt megint az igéhez kell kötni magunkat, hiszen senki sem tud a mennyei dolgokról, csak aki a mennyből szállt alá, a Krisztus. Tehát a mi vélekedéseink azok sántíthatnak, és nagyon sokszor az ember egy életen át, sokszor, illetve az élet egy bizonyos szakaszában így gondolja, aztán megérti az igéből, hogy hát mégse egészen így van. Na most én arra a látásra jutottam ebben a kérdésben, hogy ahogy az Úr egészen félreérthetetlenül beszél a Lázár történetében, bár sokan azt mondják, ez nem történet, csak példabeszéd, nem vehetjük komolyan, hogy Jézus itt a túlvilágról ad kinyilatkoztatást, de én nem hiszem, hogy Jézus mesébe bocsátkozik akkor, amikor a túlvilágról van szó, hiszen ő az egyetlen, aki az igazat mondhatja nekünk. Tehát akár Lázárról, aki Ábrahám kebelére jutott, azt olvassuk, hogy öntudatánál van. A másik, a pokolban így mondja az Úr, hogy felnyitotta a szemét. Aztán gondoljunk csak az előbb idézett páli gondolatra, hogy nekem sokkal jobb elköltözni és a Krisztussal lenni. Hát ha nem a Krisztussal lehetek, hanem valami megsemmisülésben, vagy legalábbis egy teljes öntudatlan állapotban, akkor az nem biztos, hogy nekem jobb. Sőt, biztos, hogy nem jobb. De még valamit szeretnék elmondani, és itt most a gyerekek sokszor megkérdezik ezeket a dolgokat, hogy is van ez, hogy lesz a feltámadás, és nehéz nekik elmagyarázni, hát viszont mai gyerekek ismerik a számítógépet, és akkor azt szoktam mondani, hogy hát ahogy ki tudjátok venni a programot a számítógépből? Ki? Bele tudjátok tenni egy másik gépbe? Igen. Na hát, miért tételezzük föl, hogy a mi atyánk nem tudja kivenni a mi programunkat, a mi életünket, személyiségünket? Igen, ki tudja venni, és aztán, hogy és mit csinál vele, ez aztán nincs az orrunkra kötve. És ez megint bizalom és hit kérdése, hogy bizony a halálba én az Isten karjaiba vetem magamat. Én így tudom ezt jól megfogalmazni. A részlet kérdések itt azt hiszem mellékesek. Itt a technika, tessék jó érteni, a technika nincs az orrunkra kötve, tehát nem tudjuk, hogy az Isten ezt hogy teszi meg, de megteszi. És ezt kijelentette. És ebben nyugodjunk meg. Én hiszem az ige kijelentését, és magam részéről én ezt hiszem. Tehát én is egyetértek azzal. Itt persze az Úr Jézusnak a szavaira nagyon komolyan kell figyelnünk. Itt az újjászületéssel egy pneumatikus részt kapunk. Tehát a psziché, hát tulajdonképpen az agyhoz kötött valami, az valóban egy testi dolog. Tehát az Úr Jézus azt mondja, hogy mi nem kapunk a mennyei részből, ha nem kapjuk meg a Szentlélek által magát, Krisztust, akkor soha nem látjuk meg az Isten országát. Így mondta, újonnan szükség néktek, újonnan születnetek, mert ha újonnan nem születettek, meg sem láthatjátok az Isten országát. Nem biztos, hogy kielégítő a válaszom.
Jézusról, mint megváltóról tanultam, soha nem tagadtam őt, úrvacsorázok, tehát minden rendben van? Testvérek, nagyon egyszerű a válasz. Hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mint személyes megváltódban? Akkor rendben van. Tehát nem attól függ, hogy én most úrvacsorázok, nem attól függ, hogy Bibliát olvasok, imádkozok, attól sem, hogy milyen közösségbe járok, hanem hogy hiszek-e benne. Az én drága megváltomba, Uramba. Akkor minden rendben van. Na most Pál apostol úgy tud bennünket megnyugtatni, hogy azt mondja, hogy a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt. Tehát Isten lelke a mi lelkünkkel együtt, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Hát ha ugye ez valakinek probléma, akkor imádkoznia kell. Uram, hát tégy bizonyságot, azaz bizonyíts meg engem, nyugtass meg engem, vezess arra a hit bizonyosságra, hogy én tényleg hiszek benned, és a tied vagyok, és gyermekeddé fogadtál. Ha Jézus most is beszélt tőlem, hogyan kérdezi meg, hogy szeretem-e? Pétertől élőben kérdezhette. Testvérek, amennyit segített az Úr Jézus személye és jelenléte, annyira probléma is volt. Amennyire láthatták az ő csodáját és isteni hatalmát, annyira látták emberi gyöngeségét, emberi testét, emberi valóságát. Betegség ismerője volt Jézus, ezt mondja róla az ige, fájdalom és betegség hordozója, ismerője volt, emberi gyengeségekkel terhelt volt, valóságos ember, ahogy a hitvallásban mondjuk, valóságos ember és valóságos Isten. De amikor ő ott volt, éppen olyan nehéz volt felismerni benne a Krisztust, mint ahogy ma. És testvérek, ahogy mondtam az elején egyik nap, hogy Isten igéje örök, ahogy Luther mondja. Tehát amikor Pétert kérdezi, az első keresztényen keresztül minden keresztényt kérdez. Ahogy Mártát kérdezte, azon keresztül minden keresztényt kérdez. Hiszed ezt? Szeretsz engem? És így tovább. Tehát élővé, mai, hatható szóvá vehetem, hiszen a Szentlélek Isten jelen van, és ő megeleveníti, valóban égető kérdését teszi számomra a krisztusi kérdéseket. Így szabad személyesét fogadnunk, mert ő itt van. Tehát nem csak akkor volt a testben, ő mondta, íme én minden nap ti veletek vagyok a világ végezetéig. Azt írták a falakra az utcán, Jézus szeret téged. Hogyan szeret? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így szeret, egyszülött fiát adta. Testvérek, majd ki sem merem mondani, jobban szeret téged, mint az egyszülött fiát. Hát így szeret téged az Isten. Mi az üdvösség? Hát testvérek, az örök élet egy olyan létformában, amiről Jézus azt mondta, hogy ott nem mennek férhez, nem nősülnek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. Egy csodálatos, számunkra megfogalmazhatatlan, megragadhatatlan, csak a jelenések könyvében és máshogy is csak képpel, képekkel körülírható valóság, amelyet szem nem látott, ember szív meg sem gondolt, olyat készített az Isten az őt szeretőknek. Ez az üdvösség vele lenni, élni, örökké élni. Mi a kárhozat? Ebből kimaradni. Üdvösség örökké Jézussal lenni, kárhozat örökké Jézus nélkül, Isten nélkül maradni. Lesz ítélet? A zsidó levél azt mondja, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána az ítélet. Hát hiszem, hogy lesz ítélet. Isten szent, háromszor szent Isten. Ő nem felelőtlen Isten. Mi vagyunk sokszor felelőtlenek, tehát számon kéri az életünket. Számon kéri, mit tettem a gyermekeimmel, számon kéri, mit tettem a saját életemmel, mit tettem a talentumaimmal. Bizony, Isten számon kér, de soha ne felejtsük el, hogy aki Krisztusban hisz, ki lesz az ítélő bíránk?
az a Krisztus ül az ítélőszékbe, aki érted, meghalt. És erre Pál azt mondja, hát hogyan ítélne kárhozatra, aki vele együtt mindent nékünk ajándékozott. Ugye, majd olvassátok el a Róma 8.31. versétől ezt, hogy milyen csodálatos kijelentés. Tehát lesz ítélet, talán még az üdvözségre jutók közül is nagyon sokan, sok mindenért, lehet, hogy ott még szégyenkezni, pironkodni fogunk, de azzal a boldog felszabadultsággal megyünk, hogy örökké az Úrnál leszünk. De most hadd mondjak, Jézus azért végül is nem egészen így mondja, hogy most én egy kicsit spekulatív módon mondtam, hanem ő úgy mondja, aki hisz abban, aki őt elküldte, és hisz az ő beszédeiben, az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe. Hát hogy is történik ez? Úgy, hogy egyik igen magyarázza a másikat. Pál apostol azt mondja, ha magunkat ítéljük el, akkor nem megyünk ítéletre. Tehát kétféle ítélet lesz. Vagy itt elítélem magam, illetve hagyom, hogy a Szentlélek megítéljen, meggyőzzön bűntekintetében, és most ülök oda a vádlottak padjára, hogy tegnap mondtam, vagy pedig megvárom a magam igazságában való bizonyosságomban, hogy majd ott. Egyszer egy kollégám csúnyán káromkodott az erőmbe, néha templomba járó ember volt, aztán mondtam neki, hogy figyelj, hát ne káromkodj ilyen szörnyű módon, ne káromod Istent, hát egyszer neked is számot kell adni, meg kell állnod Isten ítélő szék előtt. Erre azt mondta nagyon cinikusan, ne féltsél te engem, én ott is kidumálom magamat. Ja Istenem, szóval ott nem lehet testvérek. Vagy a kegyelem, vagy az igazság, itt kell eldönteni. Tehát az ítélet annak könnyebb lesz, aki itt magát ítéli meg, sőt, az Úr Jézus azt mondja, hogy által megy a halálból az életbe. Nem akarok tovább beszélni ezekről a dolgokról, ha valakinek esetleg még mindig ez nem volt elég világos, hiszen nem ennyi időben ezeket a nagy kérdéseket tényleg nem lehet eléggé megbeszélni és érthetően elmondani, de hát az idő véges. Erős vár a mi Istenünk. Isten velünk, viszontlátásra!